Beszéljünk a számokról. Ahogy itt előttünk van, 3,4 kg. Ebből a kerék közel 0,5 kg. A váz az 2,5 kg. A maradék a hevederekből és egyéb ilyen elemekből áll. A kis szegecske itten. Látjuk a fogantyúkat. A kerékről. A kerék átmérő 270 mm, 8 mm-es tengely van, nem 8-as végződésű csavarral. Villanyulása 100 mm-re. Tudtam, a golyó sapányozott. A váz. A váz két 15x15-ös zárszerbény, aminek hossza 80 cm, össze van hegesztve, mi alakba, nem 15, fenn 30 cm-es pálcával. Nyilván látjuk, van itt előtte egy ilyen teherviselő kis konzolocska. A csomópontoknál vannak beépítve összesen 40 cm hosszú 20x20-as zárt szelvény, ami arra szolgál, hogy a kart bizonyos pozícióba tudjam helyezni, rögzíteni. Ez a kihúzható kar hossza 60 cm, és a végén vannak furatok, amit kis 60-as szeggel rögzítek. A szeget elvágtam, tettem rá egy kis karikát a végére, ennyi az egész. Ja, és nyilván rögzítve van még kis gumival, hogy ne tudjam elhagyni. Két oldalon látjuk, máskodon is látjuk itt a hevedereket. Ezek értem szerint állítható a hasheveder, illetve válheveder. Ez a kék színű, illetve fekete színű, ez pedig a táska rögzítésére szolgál. Szoktam még hozzá gumipókot is használni, nyilván. Hát röviden ennyit róla.